nincs ilyen fancy bemutató, hogy a képernyőn is megjelenjen, úgyhogy csak így tudom elmondani. A Viktória Magyar Társaskör 1966-ban alakult. Létrehozása idején viszonylag alacsony, de lelkes tagokat számlált. A helyi magyarság létszáma sem volt túl magas, és a közösségnek kevés gyakorlata volt egy igazán eredményes szervezeti élet kialakulásához, amihez a pénzügyi hiányosságuk is hozzájárultak. Emellett a lakosság egy része Kanada és az anyaország különböző területeiről érkezett a városba, ezért időben került, amíg életképes szervezetté nőtte ki magát. Ezektől eltekintve szép eredményeket ért el a pár év alatt. Bekapcsolódott a helyi társadalmi életbe, részt vett kulturális rendezvényeken, fesztiválokon, tánccsoportot alakított, hallatott magáról és a magyar hagyományokról. Ma büszkén mondhatjuk, hogy a társaskör mind szervezeti, mind kulturális téren, országos viszonylatban is virágkorát éli, hát amennyire lehet az idősödő tagsággal. Modern felszereléseken rendelkező központja teljes mértékig kielégíti a közösség igényeit. Az alapító tagok főleg az 56-osok voltak, akik felső szintű képzettséggel, az életben fontos műszaki tudással rendelkeztek. A Magyar Társaskörnek a célja a magyar nyelv és hagyományok ápolása. Ennek érdekében fiatalok és felnőttek számára indult nyelvtanfolyam. Az érdekessége annak a nyelvtanfolyamnak az, hogy az utóbbi időben főleg kínaiak meg kanadaiak látogatják, nem sok magyar hozza be a gyerekeit, sajnos. A Búza Virág elnevezésű tánccsoport hosszú évtizedeken át szépen képviselte a sziget magyar tánckultúráját, a nyugatnak Kanadán átrendezett táncfesztiválokon. Napjainkban még mindig van elég lelkes tagunk ahhoz, hogy műsoros zenés vacsoráinkon szépen összehozzuk kis közösségünket. A társaskör két havonta megjelenő kiadványa, a Mi Újság Nálunk címmel foglalkozik a társaskör, a kanadai és az egyetemes magyar irodalmi és társadalmi eseményekkel, melyeket az utóbbi idők folyamán internetes úton oszt meg a világ bármelyik részén élő olvasóival. A szervezet rendszeresen részt vesz a Szálincs Felényi rendezvényein, és ez a rendezvény tulajdonképpen az, amiből a leglényeg és a pénzforrás jön be számunkra a klub fenntartásához. A kanadai magyarok többsége római és görög katolikus, de vannak szépen számmal más felekezetőek is. Kimondott magyar templomunk nincs, de a katolikusok részére rendszeres misék működnek. Viktóriában élnek olyan hivatalos elismerésekkel rendelkező magyarok, mint a Royal Society of Canada Tudományos Akadémia tagsága Erzsébet királynő kitüntetjei. Hát tömören ez lenne a közösségünk múltja. Bármi más kérdésre szívesen válaszolok, amennyiben az én ismereteimben a válasz benne van. És köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez még csak azt tenném hozzá, hogy furcsa módon, ez pillanatnyilag úgy néz ki, hogy majdnem én vagyok a legfiatalabb tagja a társaskörnek, mégis nekem kellett beszámolni a múltjáról. Úgyhogy ha ebben a tekintetben több kérdés lenne, vagy információra akarnak szert tenni, azt hiszem inkább üdítünk el ezt megkérdezni, hogy részemről ennyi lenne. Adatunk a tájegység miatt szívütötöt kérem, aki szintén a Viktória Társaskör egyik vezetőségi tagja. Ha gondolod, akkor történelmet is kiegészítheted, viszont én téged a jövőben lehetőségekről is kérdezem. Bele, lőj, mit kérdezem? A jövő. Nagyon nehéz feladatot adott nekem Balázs, mert jelen pillanatban a Viktóriai Magyar Társaskör aktív tagjainak az életkora körülbelül 80. Úgyhogy
Úgyhogy amikor így csináljuk a vacsorákat, és szétnézünk, akkor az Ágin kívül és az Olin kívül nincs senki, aki közelebb van a 78-hoz, mint a 80-hoz. Úgyhogy most itt nagyon könnyű jövőről beszélni. Röviden elmondom, hogy mi a probléma. Nincsenek fiataljaink. Miért nincsenek? Sajnos az első generáció, az 56-osok nem hozták be a gyerekeiket. A próba ennek következtében az a korosztály és természetesen a következő korosztály is kimaradt. A társcsoport működött, de elég hamar eltegenedett a klubtól és önálló életet élt, cserkészet nem volt, magyar ház nem volt. Az újonnan jövő fiatalok és magyarok, akiket mi gazdasági menekülteknek nevezünk, ők nagyon hamar beilleszkednek az új világba, és nem ragaszkodnak a gyökereikhez. Nem hiányzik nekik a magyar szó, a magyar társaság. Nagyon sok már nyelvtudással érkezik, az 56-osok közül senki nem tudott angolul. Akkor Magyarországon bű volt angolul tanulni. Az oroszlal nem sokkal lehetett menni. Szerencsére Ági és Zoli bekapcsolódásával mégiscsak lett egy kis fiatalodás a klubba, és főleg azzal, hogy nagyon jó kultúrműsorokat, programokat, tehát hoztak egy kis életet a klub életébe, és reméljük, hogy ez folytatódik továbbra is. Sajnos sok tehetséges ember nincs köztünk, de hát ők nagyon viszik és igyekszenek. Van még egy nótafánk, ugye a Jóska, és egy ragyogó énekesünk, a Panuska János, úgyhogy Zoli édesanyja is szokott énekelni, szóval ez most nagyon fellendítette a klub életét. Próbálkoztunk filmklubbal, ami elég sokáig, elég jól ment, akkor jött a társaság régi filmeket, új filmekhez. Nem nagyon jutottunk, most András ígérte nekem, hogy majd segít nekem új filmekhez is hozzájutni. A jövőbeni feladatunk a rendszeres programokat változatlanul megtartjuk, tehát a nemzeti ünnepeket, anyáknapját, apáknapját megünnepeljük, pikniket rendezünk, vacsorákat rendezünk, ahol mondom most az új kultúrcsoportunk behozza a társaságot, és András megpróbálta most a legifjabb korosztályt is bevonni, és szombat délelőtt a gyerekeknek foglalkozást rendezni, hát egyelőre nem soha jelentkező. Igen, sajnos generációk kimaradtak. Úgyhogy hát ez egy kicsit probléma. A lángosítés az nagyon jó program, bár mindig mondunk, hogy nehéz összeszedni az embereket. De aztán, amikor kint vagyunk, akkor nagyon élvezzük, hogy ott el lehet beszélgetni. El lehet nevetni, és dolgozunk közben is. Így keresünk meg a pénzt, hogy úgy mondjam. Egy kicsit negatív gondolattal fejezem be, hogy sajnos a jövőbeni programjaink nagy része arra kéne irányuljon, hogy hogy tudunk az időseken segíteni. Mert ez az, amit nagyon meg kéne szerveznünk, hogy tudjuk, hogy ki került kórházba, ki az, aki éppen otthon van, és most jött haza a műtétről, és a felesége éppen nem tud semmit csinálni, mire a fél idegességében kilátja a derekát, és föl se tud állni a székből. Úgyhogy nekünk szerintem most sajnos ez lesz a jövőbeni feladatunk, hogy megoldjuk az idősek segítségét. Hát ennyit. Addig, amíg mi talpon vagyunk, és tudunk segíteni egymáson, ez a legfontosabb. Köszönöm szépen! Márciusban, amikor ideérkeztem Nanaimóba, akkor mentoromtól egyik elsődleges feladatként azt kaptam, hogy készítsem el a Nanaimói Magyar Kulturális Egyesület honlapját, hogy az egyesület felelhető legyen az interneten is, és minél többen megtalálhassák. Én mondtam, hogy emellé szükséges Facebook is, hiszen az emberek zöme, legalábbis az én kortárs csoportom zöme ott élje a mindennapi életét. Meg is kaptam kritikát, hát minek Facebook csoport, hát a tagoknak
gyakorlatilag senkinek nincs Facebookja, úgyhogy ez teljesen fölösleges. Mondtam, hogy igen, de hogyha így maradunk, akkor azok az emberek, akiket be szeretnénk vonni, azok meg nem fognak megtalálni, ha nem vagyunk fönn a Facebookon. Úgyhogy ez a kis vita és egymás nézetének a formálása a mai napig tart, és ebben a témakörben szeretném, hogy ezt a gondolatfonalat átvegye Nagy Zoltán, aki a Vintorei Társaskör egyik vezetőségi tagja, és professzionális webfejlesztő, média szakember, akivel nagyon jókat szoktunk beszélgetni YouTube, Facebook, honlap és mindenféle digitális témában, úgyhogy kérlek, hogy segíts egy kis igét terjeszteni, hát az én szavaim is majd valamikor meghallgatásra találnak. Nagy Zoltán! Én nem készítettem el semmit mondani, úgyhogy ezt most csak a fejemből fog menni, úgy, ahogy jön. De én is már régóta nézem a problémákat a társaskörbe is. Nálam is az a kérdés, hogy hol van az utánpótlás? Miért nem jönnek a fiatalok közénk? Hát ennek a mesének két oldala van, nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, de egyrészt az öregek nem könnyen fogadják közéjük a fiatalokat. A másik oldalon meg a fiatalok is, azoknak megvan az életük, nem akarnak az öregek közt lenni. De valahogy ezt át kell hidalni, ezt a két generációt, mert ahogy mi beszélgettünk korábban is, hogy a mi társaskörünkben például nagyjából nyugdíjasok vannak, és hát azok mit értenek a technológiához? Én egy alkalommal próbáltam egy egyszerű dolgot megmagyarázni a közönségnek, mindenki fejlődött elment. Úgyhogy erről a témáról csak azt tudom mondani, hogy az idősebb emberek, ha be tudják kapcsolni a számítógépet, vagy talán még bedugni a falba a zsinort, akkor az már egy nagy szerencse. A fiatalok azok, akik az interneten élik az életüket. Most hogy lehet ezt a kettő óriási különbség, mondjuk távolságból két generációt összehozni? Én benne vagyok a technológiában, ha bár én is már nyugdíjas vagyok, viszont én fiatalnak érzem magamat, úgyhogy mindig azt fogom mondani, hogy szívem még 32 vagyok. De én értem az időseket, az édesanyám most küzdik az iPad-et megtanulni. Végre rászánta magát. Pedig az egyik legkönnyebb technológia, írta a laptophoz, a desktop computerhez. Nem nagyon. Én elindítottam a társaskörnek egy YouTube csatornát pár évvel ezelőtt. Ami állítólag nagy sikerrel fut, mert ahogy hallottam, voltak új tagok, akik Victoriába jöttek és letelepedtek azután, amit láttak a YouTube-on. Mert én egy videós vagyok, én filmes akartam menni gyerekkoromba. Sok felvételeket csinálok az eseményekről, ami történik a klubunkban, és azokat mind átdolgozom ki, megeditálom, fölteszem a YouTube-ra, és aztán az egész világ meg tudja nézni. Én szerintem a híd, az áthidalás a két generáció között csak is a technológia lesz. Hogy hol vannak a fiatalok? Ott vannak. Például tegnap beszélgettünk egy magyar illetővel, akinek a saját filmcégje van, és ő tisztában van a statisztikával. Mit gondoljátok, hogy hány magyar van ezen a szigeten? Nyolcszáz. 20 000. Feladás statisztika szerint 20 ezer. Körülbelül. Victoria környékén? A Vancouver szigeten. A Vancouver Island, az egész Vancouver szigeten körülbelül 20 ezer magyar él. Hát én leestem a székemről, amikor ezt meghallottam. Magyar 10%. Hol vannak ezek a magyarok? Ez majdnem 10% a Vancouver sziget lakóságához is. Mert a Vancouver sziget lakósága 350. Én ezt nem tudom elhinni, Zoli. Én elhiszem. Ezt állítólag meg lehet találni az interneten. Aki akarja, keresse meg. Lehet, hogy hibázok, én nem tudom, én csak mostan közvetítem azt, amit én hallottam valakitől, aki
Ezt átfogok tudja. Hát ez jó hír. Akkor talán tudunk szerezni. Hát mondjuk, hogy csak 10 000 vannak. Ja, tegyen 5 000. Tegyen 5 000. A kérdés az, hogy hol vannak ezek a magyarok? És arról van szó, hogy hogy tudnánk magunkhoz vonzani, mert kényszeríteni nem lehet. Én voltam egy alkalommal egy ilyen, hogy mondod, ilyen gyűlésen, csak haverokat egymással beszélgettünk, és az egyik mondta, hogy kellene a fiatalokat kényszeríteni, hogy jöjjenek és csatlakozzanak be a magyar klubba. Először is, amikor meghallottam azt a szót, hogy kényszeríteni, ottan én már lezártam a fülemet. Nem lehet, ezt nem lehet csinálni. Kényszeríteni nem lehet senkit. Vonzani kell. Valami módon érdek, hogy legyen érdek. Én azt hiszem, hogy a kultúra az nagyon sokat számít. Amit mi az utóbbi időben felfedeztünk a mi társas körünkben, ami nagyon remekül működött és tovább is működik, az, hogy a házbelüli műsorokat, amit mi szervezünk, azt úgy csináljuk meg, hogy angolul úgy mondják, hogy variety show. Nem tudom, magyarul hogy hívnád ezt? Így. Variety show. Amiben volt egy kis operett, volt egy kis kabaré, volt egy kis rock'n'roll, volt egy kis folk, volt egy kis nóta, volt egy kis cigányzene. Egy műsorban körülbelül 40 percig tartott, és az, hogy mindenkinek volt valami. Hogyha ott volt egy fiatal, annak volt egy muzsikai olyan szám, ami neki tetszett. Az időseknek, akik sírva fakadnak az operett számoktól, azoknak meg az volt. Szóval én nem tudom, hogy mi más mondjak az egészről, most jelenleg én vagyok a weblapunknak a webmesterje. A Facebook, ahol nem nagyon sokat foglalkozok, de az már nekem túlesik, szóval én is már inkább az öregek felé vagyok. De viszont van köztünk egy fiatal ember, aki nem régen jött közünk, aki állandóan ott éli az életét. Hát mondjuk egy ilyen ember tudja kezelni a társas körnek a Facebook akártyát. És én azt ajánlanám minden társas körnek, hogy kutassák ki maguk közt olyan embereket, akik értenek a technológiához, akit érdekeli az, hogy foglalkozzon a technológiával, és hogy szervezze, szerkesse, mert ez kimegy a nagyvilágba, és ő tudja, hogy honnan tud vonzani új embereket be a társas körülbe. Szóval én ezt ajánlanám, hogy ebben foglalkozzanak, és ezt támogassák, és máskülönben több mondani való nincs, és én nem is tudom, hogy mi más mondanám. Köszönöm szépen!